Eredmény hirdetése a megyeházán. Az Értékes Barangolás című helytörténeti vetélkedőre idén márciusban 83 általános és 20 középiskolás csapat jelentkezett. Az online forduló után középdöntőbe, majd a döntőbe jutottak a résztvevők. A két kategória győztesei a nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium, valamint a Máté Szalkai Kálvin János református általános iskola diákjai lettek. A fiatalok nem csak hasznos tudással, nyereményekkel is gazdagodtak. A vetélkedőt a megyei önkormányzat ismét megrendezi. A jelentkezéshez szükséges adatlapot a térség valamennyi általános és középiskolája megkapta már. A vetélkedőre való jelentkezés az nagyon egyszerű. Minden iskolának elküldtük a jelentkezési lapot, és még most ezt meg fogjuk tenni még egyszer, hogy nyomatékosítsuk, és hogy senkinek a figyelmét ne kerülje el. A jelentkezési lapban szerepel egy link, amire rákattintva a jelentkezést azt lényegében meg lehet tenni, és utána már nincsen semmi teendőjük, illetve annyi van, hogy november 14-ig megvárják azt, hogy megnyíljon majd az az online felület, ahol magát azt az online fordulóhoz szükséges adatlapot ki tudják tölteni. Tehát erre mindenképpen nagyon figyelni kell, hogy azok az iskolák, akik a jelentkezésüket beadják, ők számítsanak arra, hogy november 14-én nekik ott feladatuk van, mert hogyha azt elmulasztják, akkor sajnos nem lesz még egy alkalom arra, hogy azt az online adatlapot kitöltsék. Az online fordulóból a középdöntőbe juthatnak a csapatok. Fontos, hogy azok az intézmények, diákok is jelentkezhetnek, akik korábban már részt vettek ezen a vetélkedőn. Egy iskola akár több csapatot is indíthat. Az általános és középiskolások külön kategóriában neveznek. A továbbjutás az terveink szerint úgy lesz, hogy akkor minden korosztályból 15-15 csapat jut majd tovább. Ez azt jelenti, hogy 5-5 csapat lesz helyszínenként, tehát mind az általános iskolásokból, mind a középiskolásokból egy középdöntő helyszínen 5-5 csapat részt vesz majd. Ez azt jelenti, hogy 3 helyszín lesz, tehát 30 csapat fog tovább jutni, és innen kerülnek ki majd azok, akik majd a döntőbe is megmérettethetik magukat. A verseny egyik legfontosabb célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban szereplő szellemi, épített és kulturális örökség megismerésével a fiatalok identitás tudata is erősödjön. Azok, akik a jövőre esedékes döntőben bizonyítanak, lakiterekre, az országos versenyre is eljutnak. Itt a megyei értékek mellett a hungarikumok alapos ismerete is szükséges. A vetélkedőt az Agrárminisztérium hungarikum pályázatán nyert, mintegy 4 millió forintból finanszírozza a megyei önkormányzat.